Én is hoztam személyes tárgyakat, egyrészt mert ez volt a kérés, másrészt meg, hogyha az ember elindul egy ilyen nagy túrára, akkor szerintem mindig visz magával valami kis emléket otthonról. Hát természetesen egy gyerekrajz, hát ez nagyon aranyos, itt van rajta a kisfiam Milán, itt vagyok rajta én is, az anyukája Andika, az én párom, meg nagyon-nagyon kicsi volt a természetesen Karcsika is, mert mi négyen alkotunk egy családot, és ez még jó pár évvel ezelőtt rajzott, és ez ott van a főhelyen, a lakásban. Ez egy bagoly, ennek van egy története. Az a sztoria ennek a bagolynak, hogy ebből van nekünk otthon három darab, egy kis bagoly, ez a legkisebb, van egy közepes, meg egy nagyobb, ez ott van valamelyik könyvespolcon, és a párom, aki nagyon sokat utazik, ő orvos, és nagyon gyakran dolgozik külföldön, és én egy időben azt játszottam, hogy mindig, hogyha utazott, akkor valamelyik podgyászába elrejtettem ezt a bagyot. És akkor ő kinyitotta, és akkor mindig röhögöttünk, amikor megtalálta, úgyhogy ez a bagoly, ez nagy világutazó, és mindig ilyen meglepetése volt a páromnak. Ezt most majd szerintem ő fogja eldugni az én táskába, ahogy őt ismerem. Mi a következő? Hát most egy kicsit elszorul a szívem. Ez egy édes apukámtól kaptam, ez egy szalonnázó bicska. Apám nagyon szerette a bicskákat, tehát nyilván nekem is a vonzalmam az ilyen eszközök az apámon keresztül. És egyszer valamelyik születésnapomra, nem olyan nagyon régen különben, tehát ilyen 10 éven belül, 7-8 évvel ezelőtt valamelyik születésnapomra vett, és reszketek, hogy el ne hagyjam, és nagyon, nagyon vigyázok rá, mert a kocsimban tartom, hogyha kell, akkor mindig nálam legyen, de nehogy egyszer elhagyjam, de erre most el fogom hozni. Hát kell egy autóba egy ilyen, tehát hogy néz ki az olyan autó, pláne egy ilyen lakóautó, aminek az elején nincs valami kis mozgó, vagy egy ilyen kis plüss figura, vagy valami. Ez egy ilyen szerencsehozó cica, és azt gondolom, hogy a műsornak is lehet, hogy szerencsét fog hozni, ugye? Úgyhogy ezeket a személyes tárgyakat hoztam most magammal. Ezek között van, ami, hogy mondjam, egy kicsit még most is ilyen szívszorító emlék, meg vannak ilyen viccesebbek. De ezeket elviszem magammal erre a leve kis csavargásra, ami itt vár ránk 8 részen keresztül. Útközben elmeséled. Október 7-től a Viaszat 3-on.